Sziasztok! Ma egy kicsit speciális témával fogunk foglalkozni. Speciálissága pedig abban rejlik, hogy inkább szakmai. De ha valaki műszaki érdeklődésű, őt is érdekelhet ez a dolog. Mint látjátok, itt van előttem a traktoromnak a fara, feneke, popsia, ami magában foglalja a hidraulikát. Itt látjátok, ott van benne a munkahenger, ami emeli. Ezeken a függesztőkön keresztül, ez egy állítható függesztő, ez egy fix függesztő, ezeken a függesztőkön keresztül emelik fel az alsó vonókarakat, amire a gépek vannak rögzítve. Valamint a harmadik pont, mert azért hívják harmadik pontnak, vagy hárompontos emelőnek, mert itt van a harmadik, ez egy csigás állítható, ezzel tudjuk a billenését beállítani. Valamint ez a furcsa kis tengely van itt, aminek a hivatalos neve az TLT, teljesítményleadó tengely, de a köznyelven csak kardánnak hívják. Nem gardán, hanem kardán. Valamint van még itt egy állítható kis kütyű, ezt pedig támasztónak hívják. Ez állítható, és ezzel lehet állítani azt, hogy ilyen irányba mennyit mozogjon befelé, kifelé. Ugye a gép felfüggesztésének itt a távolsága az megadja azt, hogy ez hova fog kerülni, mikor a gép fel van rakva, és ezzel pedig ki lehet úgy fixálni, hogy ne lengjen jobbra-balra maga a munkagép hátul. Amit fogunk most csinálni, az az, hogy ezt a véget fogjuk kicserélni. Akinek ismerős ez, az gyárilag tudja, hogy a legtöbb gépen, főleg ilyen kategória 1-esbe, ugyanis ilyen felfogatásban kategória 1, 2, 3 van, attól függően, hogy mennyit bírnak és mekkorák a gépek. A legkisebb a kategória 1-es, ez is ez. Ez egy golyós függesztés, aminek a belsejében egy tengely van, ebbe megy bele ez a fajta csap, amit most mutatok nektek. Tehát ide kell állni, és a gépet úgy kell beállítani, hogy ebbe a lyukba, furatba belemenjen a gépnek a felfüggesztő csapja. Nem olyan nehéz dolog ez, mint ahogy el fogom mondani, mert eddig is megoldottam, viszont pontosan oda kell állni. Ugye ezeknek a csapoknak az átmérője adott, attól függően, hogy kategória 1-es, 2-es vagy 3-as. Na most magában, mint láttátok abban a golyós furatban, is a méret adott. Ez gépészetileg illesztésnek nem lehetne nevezni, mert pár milliméter mozgása van, viszont akkor is ez azt jelenti, hogy pár milliméteres diffivel ide kell állni a géphez. Ami, hogyha van két ember, egyáltalán nem probléma, mert az egyik ember kezeli a hidraulikát és a gépet, a másik pedig segít itt a vonókarokat ráilleszteni. Na, mint tudjátok, én általában egyedül vagyok, úgyhogy ezért kell az átalakítás, és egy gyors felvevő horgot fogunk ma felszerelni. Ez a gyors felvevő horog pedig így néz ki. Tehát itt ez le lesz vágva, hogy ez a csatlakozási pont ugyanoda essen, mint ezen a gépen, és ez szépen ide fel lesz majd heggesztve. És ez a golyó, ez eleve fel lesz rakva, mint az előbb láttátok, a munkagépnek a tengelyére. És ez fölülről csak alá kell állni, és amikor emeli fel, tikk, ez belekattan. Maga a leszerelést is megmutatom nektek, nem egy ördöngösség, igazából nem kell hozzá semmilyen kulcs ezen a modellen. Ugye ez a gumipók, ez azon egyszerű oknál fogva van itt nekem, hogy amikor nincs fenn munkagép, akkor ez így nem mozogjon össze-vissza, mert bele tud akadni itt a keréknek a mintájába, és akkor csúnya hangja van. Azon kívül más gond nincsen. Tehát itt van ez a szem, ez a menetes szem, itt vannak a feszítők, ezt a menetet szemet, ha kiveszem, akkor a feszítő lejön. Itt egy sima sasszeges biztosítással van fenn a két darab függesztő, a hidraulikus és a fix, valamint magához a traktorhoz is ugyanilyen gömcsuklókon keresztül, ilyen golyós csuklón keresztül rögzül, ott is csak egy sima csap van. Na, akkor ezt vegyük ki. Remélem el tudom fordítani. Hát nem, úgyhogy megyek, keresek valami erősebbet. Na, találtam egy ilyen félszoros kulcsot, ami nem racsnis. Remélem belemegy, bele. Oké. És akkor ezzel lecsavarjuk így. Megindult. És ettől kezdve ez így szépen jön. Van alatta egy alátét. Szépen visszatesszük, hogy majd ne hagyjam el.
Így. Megcsináljuk ugyanezt a másik oldalon. Csak a másik irányba valahogy. Azaz. Ezeket már íroktam fel. Ugye pontosan azért, hogy valamiben bele tudjam akasztani a gumipókot. Tehát nem az eredeti 89-es összerohadt csavarokat kell kiszednem. Most pedig jön a függesztő. Ami, mint látjátok, itt egy ilyen sasszeges biztosítással van, amit egy fogóval kihúzok. Így. És ezt követően kijön ez. Így. Ezt is szépen visszatesszük, mert hajlamos vagyok elhagyni a dolgokat. Átmegyünk a másik oldalra. Na. És közelebb rakom nektek a kamerát, hogy lássátok, hogy ott benn mi történik. És mint ahogy mondtam az előbb, itt van még benne egy fogatás. Ez egy ilyen biztonsági gyűrű, ezt így kiveszem. Ugyanezen a másik oldalon biztonsági gyűrű felhajt, kiveszem. Függesztőt leveszem oldalra róla. És maga az egész kart itt szépen le tudom venni. És a szétszereléssel meg is vagyunk. Menjünk egészen. És vagyunk vele a hegesztés részében. Így néz ki. Biztos van, aki sokkal szebben heggeszt. Viszont ez a célnak megfelel, és én elégedett is vagyok vele. Még meleg is, úgyhogy nem festem le, de majd egy feketét fújok rá. Összerakjuk, kipróbáljuk. Hajrá! Az összerakás ugyanúgy történik, mint hogy szét lett szedve. Itt visszarakjuk a csapra, berakjuk a biztosítót. Így. Itt a másik. Ez még meleg egy picit. Majd nem fogjuk meg a végét. Így. Ez a rész az ennyi. Meg kell néznem, hogy melyik lyukba volt, de ahogy nézem, a középső van kikopva. Meg itt is a középsőben volt, úgyhogy ezt így is csinálom. Így. Meg így. Kicsit magasnak tűnik nekem. Lehet, hogy a hátsóba volt. Aha, inkább. Így. Megy a másik is bele.
De hát ugye ezt tudjuk majd állítani az alapján, hogy mihez kell. Ez most van ugye teljesen leengedve. Szerencsére csináltam róla fényképet, úgyhogy meg tudom nézni, hogy mi hol volt. Másik oldalt is felrakjuk. Olyan kíváncsi vagyok rá, hogy működik, hogy pattam be. Egyszer mondom, lehet ám ez enélkül élni. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy olyan dolog, ami nélkül nem működik a történet, hanem lényegesen könnyebb így. Tehát ha meg könnyebb, akkor miért szivassa meg magát az ember? Így. Na ennyi. És így néz ki a vége. Egy óvatos festés majd kap, és jó is lesz. Na próbáljuk ki. Ugye, mint mondtam, van ez a golyó, és ebbe fog majd beleharapni az a kampó. Ez teljesen egyszerű. Ide felrakjuk, bezárjuk. Kész. Ennyi. Na nézzük.